Tulajdonképpen én egy vallásos családban nőttem föl. Gyerekkoromtól kezdve vittek szüleim rendszeresen templomba, együtt imádkoztunk, és akkor még nem volt tudatos bennem a hit, az Isten kapcsolat. Ez egy családi szokásnak tűnt, és a falu közösségében is egy megszokott menetrend volt. És amikor én Budapestre kerültem 12 éves koromban a Virányos úti iskolába, és ott szembesültem azzal, hogy azért a hitoktatás meg a vallási élet az nem olyan egyszerű, 59-ben történt ez, akkor kezdtem tudatosan elfogadni azt, hogy a hitért, az Isten kapcsolatért, a hitről való tanúságért áldozatot kell hozni. Kezdve attól, hogy kisztag legyek, vagy ne legyek, úttörő legyek, vagy ne legyek, folytatva a tovább tanulásig, hogyha nem vagyok kisztag, nem vesznek fel oda, ahova szeretném, de akkor inkább lemondok arról, amit szeretnék. És utána folytatódott azzal, hogy végre eljutottam egy olyan főiskolára, amit valóban szerettem volna csinálni, amit szolgálatot jelentett számomra a látássérültek, illetve a sérült emberek körében, és volt egy olyan pont, amikor már tudatosan elhatároztam azt, hogy szerzetes szeretnék lenni, és valóban így elkötelezetten szeretném szolgálni az embereket, akkor történt egy olyan dolog, hogy megjelentek házkutatáson, egyebeken, egy hónap, illetve fél éves húzavona után kitettek a főiskoláról, akkor úgy éreztem, hogy minden megszakadt. És aztán utána megláttam a további folytatást. Az Úristen kegyelme, az ima, ami vezette az életemet, és arra törekedtem, hogy arra figyeljek, mi az Úristen akarata. Ezt az imából merítettem ezeket az isteni ötleteket, hogy mindig tovább tudjak lépni egy-egy kudarc után. Igen, ez az, amit én említettem az előbb, hogy három olyan egyéniség ül itt, aki másképp tudja kezelni a konfliktusokat, a kudarcokat, vagy a nagy bajokat az életükben, úgyhogy erre a momentumra is majd visszatérünk. Érdemes szerintem erről hosszabban beszélni, de következzen Ober Frank Pál, aki szerintem szintén megküzdött a hitéért. Piarista gimnáziumba járt, és mesélte korábban azt, hogy valójában amit ott kapott, illetve otthon, nem volt használható hit, mert amikor már kilépett az életbe, ilyen életképtelennek tűnt, amit ott kapott, hiszen ez egy biztonságos közeg volt. Aztán nagyjából 18 éves kora körül volt egy kiugrási kísérlete, vagy legalábbis én ezt így fogalmaztam meg magamnak. Megfogalmazta, vagy megszólította a Jóistent, és kért tőle pár év szünetet, hogy hagy boldoguljon, hadd próbálja meg boldogulni a Jóisten nélkül. Hogy sikerült ez a kiugrási kísérlet, és milyen tapasztalatokkal kéreckedett aztán vissza? Kicsit lehet, hogy ez így erős, hogy kiugrási kísérlet, hát nem egészen így nevezném. Inkább úgy mondanám, hogy az, hogy az ember megcsapja mondjuk egy hivatásnak a szele, vagy valamilyen erős dolog, mint a művészet, vagy a színház, úgymond az azt jelenti, hogy egész embert kíván tőle, és amikor én elmentem a főiskolára tanulni, akkor valóban fizikailag is hajnaltól éjszakáig ott voltunk a főiskolán, és észre se vettem akkor például, hogy a pápa nálunk járt, mert nem erről szólt az életünk furcsa módon, de tényleg hétfőtől vasárnap estig, és akkor miután én nagyon erős alapokat kaptam a családomtól, meg aztán később a gimnáziumban is, hát tényleg meg kellett kötni valamilyen módon ezt a boltot, mert hát fizikailag nem volt idő erre. Persze ez most ilyen nagyon furcsán hangzik, meg így visszatekintve lehet, hogy nem, szóval hogy másképp is lehetett volna, de akkor úgy nézett ki, hogy egyszer ebben foglalkozunk, és ott mindenki a színházzal törődött. Illetőleg ez egy nagyon nagy koncentrációt jelentett, és
És én azt éreztem, hogy bennem mindig is volt egy olyan iránytű, ami rögtön jelez akkor, hogyha letérek arról az útról. És van olyan, hogy azt mondom, hogy jó, most tudom, hogy 3 méterrel odébb megyek, de van benne tudatosság is, meg van benne szerepépítés is, vagy van benne egy olyan dolog, amit vállalok. Nem kell ilyen nagyon szörnyű dolgokra gondolni. De természetesen, amikor már az embernek ott vannak a gyerekei, meg újabb felelősségek, akkor már teljesen más optikákon keresztül nézi az életét, és aztán különösen, amikor felelős lesz sok emberért, akkor megint újabb kérdések vetődnek föl. Tehát inkább azt tudnám mondani, hogy a hit bennem soha nem rendült meg, és mindig úgy megvoltam arról győződve, hogy teremtett lények vagyunk, és van jó Isten, csak az ügyek azok változnak körülöttünk, vagy körülöttem, és mindig újabb és újabb válaszokra kényszerülök. Most mondjuk például színház vezetőként megint csak egy új helyzet az, amikor mondjuk 102 emberért, meg plusz még mondjuk 150 emberért felelős valaki, meg plusz mondjuk egy negyedi jogú város színházának a kínálatán kell dolgozni, hogy lehet ide becsempészni azt, amit az ember meggyőződéssel val, persze ebben segítségem van. És hogyan lehet jól becsempészni, mert különben nem működik, és nem megy át az üzenet? Hát persze, ez egy nagy kérdés, de mondom, Eperjes Károllyal együtt csináljuk, hogy erősítjük egymást, és arra törekszünk, hogy amikor már a darabokat kiválasztjuk, akkor mindig olyannak legyenek az előadások, ami mindig felmutatja a reményt is, és a vertikális legyen a gondolkozás, ne csak a földi dolgokkal foglalkozzunk. Annyi mindenfelé elágazhatnánk, most Oberfrank Pál a felelősséget említette, de ő még nem mesélt arról, hogy alakult a hite, hogy szilárdult meg, milyen hullámvölgy segítette ahhoz, hogy most ennyire biztos talajon álljon a hite. Viszont ha már megemlítette Oberfrank Pál a felelősséget, rögtön az élete elején kapott egy óriási feladatot, felelősséget. Nagyon korán házasodott, a felesége 18 éves volt, ön 20 éves, és működtetni egy házasságot szeretetben, biztonságban, egymás tiszteletén alapuló kapcsolatot rétehozni, óriási felelősség. Valahol azt is mondta, hogy egyébként az Isten hit nélkül ez nem is menne. Hát legalábbis nekem olyan utam, tapasztalatom, receptem nincsen, tehát ezt nem ismerem. Lehet, hogy felelőtlenség ezt így kijelenteni, de azt látom, hogy nagyon, legalábbis nagyon-nagyon sokban segít az Isten hit. Én nem nevelkedtem vallásos, nem részesültem vallásos nevelésben, sőt a családban volt is, aki, szóval bennem volt valami, nem tudom, hogy honnan jött belém, tehát hogy az égből csöppent, vagy nem tudom én miféle Isten hit. Arra emlékszem ilyen fajta tapasztalatokra, hogy Vörösváron volt egy telke a családnak, és ott a körtefára fölmásztam, és azt éreztem, hogy ott az Isten kanalazza a fényt körtefa levelekkel, vagy valami hasonló, de hogy ez most miért, vagy nyilván más is mászott körtefára, és nem úgy jött le, hogy ott volt az Isten, hanem hogy ott volt a körte, esetleg egy materialista nyilván, és hogy hány kiló, meg hogy mekkora, meg szóval Ez egy nagy kegyelem vagy adottság volt, hogy mindig volt egy fajta belső, tulajdonképpen erre azt kell mondjam, megingathatatlan Isten hitem, mert a családomban is volt, aki ezt hát elkezdte magyarázni nekem tanító jó szándékkal, hogy hát az Isten vagy nem létezik, vagy pedig úgy bánik velünk, mint egy kísérletező tudós, vagy mint a hangyákkal egy gyerek, hogy így elnyomkodjolgása, hogy hogyan szenvednek. És emlékszem, hogy ez így elég kicsi lehetett, ilyen második, harmadik osztályos, vagy negyedik, ötödik legfeljebb lehettem, és így nagyon, így abszolút lepergett rólam, tehát mintha ez egy másik dimenzióban zajlana ez a beszéd, hogy én ezt nem értem. És ilyen, tehát olyan vicces dolgok voltak, hogy például latinul a mi atyánkot én a
az Alfred Zsárinak az Übű királyából tanultam meg. Ő egy ilyen abszolút anarchista, nagypofájú avantgárd szerző volt, aki nem kifejezetten pozitív célzattal vagdosta bele. Tehát Übű király az egy ilyen diktátor paródia, tulajdonképpen egy iszonyatos figura. De ott volt benne a miértnyek, és valami volt bennem, hogy akkor azt én megtanulom latinul például. Meg a Dickens könyvekből, meg így össze-vissza szedtem én össze azt, ami vallási tudásom bármi volt, és aztán emlékszem, hogy egyéb iránt a szüleim, testvéreim, így a rendszerváltással kapcsolatosan, ugye a szüleimnek ez a történelmi fordulópont, ez nagyon fontos volt, és ők megtértek. Én meg jöttek haza a templomba, ugyanazok, akik nekem prédikálták, hogy nincs Isten, és akkor én persze a szentfazekaknak csúfoltam őket, meg minden. Megjöttek a szentfazekak, mert én nem, tehát nekem ez nem volt pálya, hogy az, aki korábban igyekezett meggyőzni, hogy nincs Isten, az most igyekezzen engem meggyőzni, hogy van Isten. És én voltam az elsőszülött. Nagyon érdekes volt, hogy nagyon jóba voltam a nagymamámmal például, aki 96 évesen halt meg, és egy elképesztő kertészmérnök volt, és gyakorlatilag mindenkit és mindent irányított maga körül, tehát kihívta. Szerelők azok teljesen ki voltak borulva rajta, mert ők úgy dolgoztatta őket, hogy ott állt a hátuk mögött, és szaktanácsokkal kísérte, hogy a hollandert húzza meg rendesen, ne spórolja ki a zsírzást, tehát gondolja, hogy én fogok a lábödröt tolni, hogy itten akkor megrosdásodik nekem, és akkor mi a kócot is sajnálja, látom. Tehát és mindenki mondta, hogy soha többé, és aztán valahogy mégis mindig elmentek hozzá. Na mindegy, és ő egy nagyon vallásos valaki volt, de ez a régi népegyházi szellemben, és soha egy árva szót erről nem mondott. Nagyon sok minden operáktól kezdve mindenről beszélgettünk, és nagyon sokat voltam vele kamaszként, és soha erről nem beszélt, az ember a hitéről nem beszél. Emlékszem, hogy egyszer ilyen koszos volt a homloka, vagy egy gyerekkoromban volt nekem valami irodalmi, hogy ugye ez a hamvazó szerdai kereszt lehetett, amit a homlokára rajzoltak, de így kitérő választ adott, tehát nem vezetett be egyáltalán a hitbe. És aztán 18 évesen a házasságom kötésem alkalmával voltam első áldozó, tehát van ennek olyan előnye egyébként, hogy az embert, hogyha nem tették be automatikusan gyerekkorában egy vágányra, akkor a lázadása inkább befelé húzza, mint sem kifelé. Tehát én befelé lázadtam, és van ebből előny is, és van ebből hátrány is, hogy én ilyen neofita vagyok, mert néha mérgesen oda csapom az asztalra a csizmát, mert elegem van abból, hogy ilyen kenetesen ülünk és úgy csinálunk, mintha nem is élnénk igazából, meg nem azt csinálnak, amit kilépünk az ajtón, amit csinálunk. Másrészt pedig aztán, tehát nagyon sok minden olyan dolog van, amiben tudok frissen ránézni ilyen, tehát beidegződésekre, amiket már talán más észre sem vesz a hídben, szóval nagyon fontosak tudnak lenni apró mozzanatok, vagy egy gregorián dallam. Sokáig sorolta azokat az okokat, amelyek tulajdonképpen mind próbálták eltéríteni attól, hogy megtalálja magát a hídben, és aztán átsiklott azon a ponton, azon a fordulóponton, de lehet, hogy azért, mert nem volt, hanem szépen lassan. Egy közeledés volt, én nekem mondom, az Isten hitemmel olyan értemben nem volt problémám, hogy mindig hittem. Na de hát az, hogy az ember ugye elben hisz valamiben, és aztán csinálja, hogy csinálja, az mondjuk még nem egy nagy, hogy mondjam, teljesítmény, vagy nagy ügy. Tehát, hogy ilyen formán fordulópont nem is volt, meg volt is, és Osztia Zoltán atyának, aki minket összeboronált ilyen jegyes oktatás keretében. Egy fél évig jártunk hetente hozzá, és hármasban, hat szemközt tudtunk vele beszélni, és szépen alaposan mindent átbeszéltünk. Ez ma már így a mai papi időbeosztások mellett szinte képtelenségnek tűnik, hogy ilyenre egy akármilyen fiatal káplán is, de ráérjen. És ez egy óriási alapozása volt, és ott lehetett, hogy mondjam, feszegetni kényes kérdéseket, és sok mindent megérteni, mert ugye nagy szájam meg nagy mellényem az volt, de nagyon sok mindent nem tudtam, és persze hát nyilván most sem tudok. Úgyhogy az mindenképp egy olyan fordulópont volt, amikor megértettem a magam számára, tehát amikor ott álltam az oltár előtt a feleségemmel, akkor pontosan tudtam, hogy miben megyek bele, miért, és hogy kinek tartozom én felelősség, és hogy ebben a házasságban nem ketten leszünk, hanem hárman a jó Istennel. A következő közös pont, állomás, amit találtam, és ami összeköti önöket, az
a görcsös akarásnak az elengedni tudása, és átengedik magukat, az életet, a történéseket Istennek. Valószínűleg mindannyian tapasztaltuk már ezt a görcsös akarást, hogy amikor az ember tényleg készül valamire, és tanul, és felkészül, és gyakorol, és mégsem úgy sikerül a végeredmény, és akkor felteszi magának az ember a kérdés, hogy vajon hiába tett meg mindent, és miért így alakult. Itt a színpadon ülők szerintem nagyobb tapasztalattal bírnak már ebben. Például Anna nővér, amikor elindult a Vakok Intézetével, kapott egy levelet magától Teréz anyától. És ebben Teréz anya arra kérte önt, hogy merje a gondviselésre bízni magát. És hát ön sok esetben így is tett. Tudna egy pár példát említeni, amikor a gondviselés megjelent? Hát először is, amikor kerestem az utat, miután kitettek a főiskoláról, akkor arra a területre vezetett a gondviselés hosszas viaszkodás után, mert én is föltettem a kérdést, hogy akkor most hogyan tovább, és végül is ez volt a szándékom. Úgy éreztem, hogy ez a hivatásom, és mégsem tudom folytatni. És akkor a gondviselés a vakügy területére vezetett, és a Vakok nyomdájába kezdtem dolgozni. Ez volt az egyik jel, amit később értettem meg, hogy miért van ez így. És amikor rehabilitálni akartak, akkor mondtam, hogy köszönöm, én ezt nem kérem, mert ez volt a gondviselés útja. Mert hogyha én nem dolgoztam volna fél évig a Vakok nyomdájába, akkor nem tudtam volna Németországba a Braille Szentírást a nyomdában nyomtatásra előkészíteni. Nem volt ezt könnyű így elfogadni, de tudomásul vettem. És hát a mostani intézmény indulásánál, nem mostani, 30 évvel ezelőtt történt, akkor is hát láttam a problémát, és Úristen erre vezetett, és volt segítség, Teréz anya biztatás adta valóban a legnagyobb lökést ahhoz, hogy abban az időben, 82-ben egy egyházi intézményt próbáljunk meg létrehozni minden nehézségek árán. Amikor hát én még egy állami intézménybe tanítottam, a Vakok általános iskolájába, és hát nem volt olyan egyszerű ott szint vallani, hogy én most más területre szeretnék lépni, ráadásul egyházira, hiszen abban az időben pedagógusoknak nem volt ez pozitívum, hogy ők tartanak kapcsolatot az egyházzal, vallásosak. Olyan volt, hogy nem merte, vagy még ön sem merte átadni magát a gondviselésnek? Kínlódás volt, igen, hogy hogyan tovább, és mit akar az Úristen. Nem egyszer számon kértem tőle, de egy kis idő után megkaptam a választ. Esetleg konkrét példát tudna mondani? Hát ez is konkrét példa, amikor a Vakok iskolája, Vakok állami intézetébe mentem, és akkor volt egy olyan lehetőség, hogy tanítani menjek, még akkor nem fejeztem be a főiskolát, tanítani menjek a Vakok iskolájába, és hát én átéltem egy olyan 7 éves időszakot, hogy politikai okok miatt fél évente hosszabbították a szerződésemet, vagy havonta, és végre ott véglegesítettek azon a helyen, és hát megadódott ez a lehetőség, hogy vágyam teljesüljön, és tanítsak a Vakok iskolájába. És akkor nem volt könnyű feladni azt a biztosat egy bizonytalanért, mert ott is, mint minden pedagógust általában, akkor is szerződéssel alkalmaztak, és ez nem volt egészen egyszerű, de az lelkesített, hogy hittem abban, hogy ez az Úristen akarata. Nem mindig az a fontos, hogy én legyek biztonságban, hanem azon az úton legyek, amit a Jóisten számomra kijelölt. Egy korábbi interjújában beszélt arról, hogy volt egy pont, amikor rájött, hogy hiába akar jó lenni. Itt most nem tudom, hogy melyik szerepére értette, a színész, az apa, a férj, lehet, hogy mindhárom. De hiába akar jó lenni, hogyha azt görcsösen akarja. Emlékszik arra, hogy hogyan sikerült ezen átlendülni, és ezt az akarást elengedni, és átengedni magát valami magasabb rendűnek, és akkor mentek, sikerültek a dolgok? Azt gondoltam, hogy valami ilyesmiről lesz szó.
most két perccel ezelőtt is elkezdtem gondolkozni, hogy azért nehéz és összetett a dolog, mert nincs itt a feleségem. A feleségem itt lenne, akkor biztos... Nem tudja magát kijavítani, bármit mondhat. Igen, tehát ilyen szempontból jó is, de tehát, hogy is mondjam, azt akarom tulajdonképpen mondani, hogy most ebben a korban vagyok, úgy látom, vagy úgy érzékelem, hogy mindenféle, amit én gondoltam magamról, vagy gondoltam, hogy eljutottam oda, az kiderül, hogy mégse. Ezzel például azt akarom mondani, hogy én azt gondolom, hogy ezek a görcsök valahogy úgy alakultak, legalábbis nálam, nem tudom máshol, hogy volt, de mi előttünk levő generációink, a szüleim, vagy akár még előbb a nagyszüleim is, valahogy azért belénk ültöttek ilyen megfelelési kényszereket, meg ilyen görcsöket, amit aztán, meg ugye a fekete reverendás papok a piaristáknál is, hogy az embernek azért meg kellett feszülni, Anna azt érezte, hogy amikor már ötös, akkor miért nem hoztál egy hatost, vagy hogy ahol becsúszott egy négyes, akkor miért van ott az a négyes, az, hogy többi ötös volt, az nem számított, és valóban ezt el kellett jutni, nem tudom pontosan megmondani, de ahhoz kellett egy kor, hogy meg kellett egy adag nyilván sikerélmény, vagy meggyőződés arról, hogy azért mégiscsak valamit azért elértem már én is, hogy azt tudjam mondani, hogy oké, apuci, itt most ez vége, értem, de most már te is átbillentél egy másik fázisba, mögé látok bizonyos dolgaidnak, meg a nagypapámnak is, meg az előző generációknak is, illetve én magam is rájöttem arra, hogy a nagy akarásnak nyögés a vége, tehát ha nagyon akarok valamit, és nincs bennem a kellő lazasság, meg hasonló, akkor nem fogom tudni megtenni, amit meg kell. Egy másik dolog, ami nagyon fontos, a felkészültség, amit Jászai Mari mondta, hogy igazán, aki nagyon fölkészül abból, amit akar csinálni, az legfeljebb már csak azért izgul, vagy talán akkor már nem is izgul, csak azért drukkol, hogy ott abban a pillanatban a legjobban tudja azt megmutatni, amit tud, mert attól nem kell félni, mert nem fogom tudni, hiszen föl vagyok készülve. A másik fontos dolog, hogy megérteni azt, hogy inkább jobb, ha nem ragaszkodom dolgokhoz, visszacsatolok a feleségem, amikor hazamegyek, és kinyitom a szekrényt, hol van az én pulóverem? Ó, hát az már neked nem kell, én azt már nem, van más itt, és most már... És akkor úgy kirakott nekem egy csomó olyan holmimat, amihez nem tudja ő, hogy milyen érzelmek kötöttek, és rájöttem, hogy jobb, hogyha ezzel most nem fogunk összeveszni, hanem egyszerűen elfogadom, hát, hogy ő ugye úgy döntött, hát vigye, mert végül is ugye a pápa most, mint példakép előttem, akinek ugye egy gyűrűje van, azt is eltörik a legvégén. Én is azt gondolom, hogy legjobb az, hogyha az ember nem ragaszkodik semmihez, elengedi a dolgokat. A Szami, már az Eperjes Karcsi úgy szokta mondani, hogy hagyjuk, majd kinövi magát. Tehát, hogy hagyni is a dolgokat, persze terelgetni is. Pontosan nem tudom, de olyan 40 felé értem el ezt a pillanatot, azt hiszem. Ön hol igen, tett a... Mi elég korán kezdtük, hogy mondjam, egy ilyen halálugrása, vagy életugrása, úgy is lehet mondani, hogy ugye én voltam, tehát amikor odaálltunk a Zoltán atya elő, hogy szeretnénk összeházasodni, és akkor mondta, hogy jó, nagyon jó, és hát akkor felkészül, és meg minden hány évesek vagytok, és mondtam, hogy kihúztam magam, hogy én már 19, meg mindjárt 17, és már a legjobb korban, és hogy jó, és ez biztos, és mondtuk, hogy hát ez biztos, igen, akkor, na jó, akkor jól van, és akkor aztán fokozatosan megbizonyosodott róla, hogy tényleg komolyan gondoljuk, és hát aztán persze egyébként a szülők részéről ez egy nagyon nagy bizalom volt, és hálásak vagyunk, hogy ők ezt, hogy mi megengedték, vagy nem kezdtek el bármi módon szigorkodni. De hát azért emlékszem, hogy apósomnak úgy hangzott az örömapának az esküvői beszéde, hogy hát olyan érzések fogták el, mint amikor két ilyen fiatal, tapasztalatlan kötéltáncos elindul a kötélen, hogy hát nagyon szurkolunk nekik, hogy ebben menne volt az is, hogy a szakadék hát, felett járnak. Igen, és hogy, de hát egyébként persze mindenki a szakadék fölött jár, csak nem, legfeljebb nem nyilvánvaló ez a számára. Hát ilyen bátortalan lebeszélési kísérletek voltak, hogy hát talán majd, amikor már elvégeztétek az egyetemet, és biztos kenyér, és akkor mondtam, ránéztem az apósomra, hogy tessék kifejteni ezt a biztos kenyeret két bölcsész diplomával, mert nagyon szívesen meghallgatom az erről szóló
több pontos értekezést, és akkor úgy elhallgatott, hát ők is bölcsészek, zeneszerző és zenetanár. Úgyhogy ennyiből ez a hatalmas érv megdőlt, viszont volt egy lakás, amit ugye a két kezünkkel felújítottunk. Nagyon elegánsan hangzott, a Pasaréten egy fél villát laktunk, de hát olyan volt, hogy szakadtak be a földbe a falak, meg háború előtti villanyvezetékek voltak, néha megszenesedtek, és akkor kiégett egy helyiségnek a világítása. A WC-ben befagyott télen a víz, akkor csengő akkor is csöngetett, amikor nem jött senki, de amikor jött valaki, akkor nem csöngetett. Tehát így nagyon jól el voltunk, és volt olyan, hogy így utólag, tehát hogy ez a fajta ugrás, ez csak arra alapozva tudtuk megtenni, hogy ugye nincs semmi fix jövedelmünk, stb., hogy hát itt hárman vagyunk a házasságban, jó Isten ugye, mint a felelős majd ezeket a dolgokat valahogy megoldja, és addig hát mi oda tesszük a magunkét, és volt olyan, mit tudom én, hogy akkor, hogyha azt mondták volna, hogy mi szegények vagyunk, ugye, ja, mondták a szülők még azt is, hogy hát azért a babával várjunk legalább, és akkor NASZ úton sikerült a babát is összehoznunk, Simon fiam, aki most 21 éves egyetemista, és hát, hogyha valaki akkor azt mondta volna, hogy mi szegények vagyunk, vagy éhezünk, akkor nagyon erősen tiltakoztunk volna, pedig így utólag visszagondolva, hát volt, hogy vacsorára csak egy darab vörös hagyma volt, feleségem mondta, hogy hát ő nem éhes, úgyhogy ő lefeküdne. Mondtam, hogy én akkor is megeszem, hogyha minden kötés szakad, mert hát én meg marha éhes voltam, ugye cselgáncs edzéseket tartottam, tehát heti 4-szer sportoltam, meg futottam minden este, tehát egyszerűen éhes voltam. És akkor fogtam, és megettem magába azt a hagymát, hát szóval senkinek nem ajánlom, hogy kipróbálja. Romantikusan hangzik a népdalban, hogy van vörös hagyma tarisznyába keserű magába, hát ez nem keserű, hanem durva. Tehát, hogy egész éjszaka fetrengtem, így keresztbe csavarta mindenfelé a gyomromat. Meg volt, hogy rengeteg ilyen kömény magos levest főzött a feleségem, mert ugye semmi se kell, és végül is laktató, vagy hát, hogy mondjam, fogjuk rá. És a hideg kömény magos levesre én mindig rájártam, és jött egy barátunk, aki ezt nézte egy darabig, és aztán odaszólt a Julinak, hogy Jani ennyire szereti a kömény magos levest, és mondta a feleségem, hogy ne is mondd, függő, tehát nem bír nélküle élni. Úgyhogy ilyen, de szóval rengeteg ilyen történet volt olyan, hogy akkoriban, tehát hogy semmi, tényleg semmi pénz nem volt. Miből veszünk kenyeret gyerekeknek, ha már volt vagy 2-3. És hát akkor egy turkáltunk a nadrág zsebekben, és sehol semmi, és egyik nadrágban egy ezres, de mondjuk 90-es években nem is, semmi ötletünk nem volt, hogy kitett ezrest a nadrág zsebben, most lehet ezen totózni, vagy... Aztán kicsit később kaptam egy ösztöndíjat Franciaországba, és akkor megint egy bolond elképzeléstől indítatva azt gondoltuk, hogy hát én úgyse tudok 2 hónapra kimenni Franciaországba, fordítani itthon is tudok, van mit bőven. Úgyhogy akkor kimegyünk egy hónapra mindannyian, ugye 5 gyerek volt már akkor, és akkor mind a heten kimegyünk, a legkisebb 1,5 éves, fogtuk magunkat, és beültünk, akkor jött valami pénz, amivel éppen, hogy ki tudtunk fizetni egy Toyota Hiace-t, 10 éves volt a legszebb férfikor, és tényleg maradt, azt hiszem, a 6900 forint maradt a számlánkon utána, és akkor így neki indultunk Franciaországnak. Persze, hát azért tehát, hogy barátoknál laktunk meg minden, meg az ösztöndíjat felvettük. És akkor például, hát ugye az elején látszott, hogy itt nagyon megy a pénz, és nagyon máshogy is megy a pénz, mint otthon. És Carcassonne-ban jártunk, ami egy gyönyörű dél-franciaországi város, és egy ilyen kis üzlet előtt ilyen kópiákat árultak, ilyen régi románkori, meg gótikuskori ilyen szobormásolatokat. És volt egy ilyen nagyon-nagyon aranyos, kicsit bumfordi, nagyon szép románkori szűzanya kis Jézussal, amit ugye elképzeltünk, hogy egyszer lesz egy házunk, és akkor annak majd a falába ezt úgy belerakjuk. De hát persze pénzünk az nem volt, és látszott, hogy nagyon az elején jártunk az utazásnak, ez így nem fog menni, és azt hiszem, hogy 25 euró volt. És hát akkor tovább mentünk, toltuk a babakocsit, meg minden, és visszafelé azért még egyszer megálltunk a bolt előtt, hogy hát, ha valami, és akkor mondta az egyik gyerek, hogy mi van ott a babakocsi kereke alatt. És egy 20 eurós volt a babakocsi kereke alatt, és így körülnéztünk, és senki nem látszott igényelni a 20 eurós, tehát hogy most melyik turistának a zsebébe gyömöszöljük be, hát inkább megvettük belőle ezt a kis szobrot, és azóta is ott van egyébként, azóta eladtuk, és egy nagyon helyes házas pár vette meg ezt a házat, és azóta oltalmazza az a kis Szűz Mária szobor a házat. És aztán persze Mária cellen keresztül jöttünk vissza, hogy megköszönjük azt, hogy ezt az őrült vállalkozást, amit így rábíztunk, hogy jó Isten akarja, hogy ilyen bolondságot csináljunk, akkor megcsináljuk, biztos nagy élmény lesz. Nem akarja, akkor meg majd másképp alakul, és kimegyek, hazahozom az ösztöndíjat, és abból is el leszünk. Nagyon sok ilyen történetet napestig tudnám mesélni, de nem fogom.
Igazából, ami talán itt a kulcs, vagy az összetartó erő, az a szeretet, mert azt gondolom, hogy ez az, ami átsegíti az embert sok mindenen, mondjuk amikor már 100. liter köménymagos levest fogyasztja, akkor szerintem az el kell. Szintén szólva ez buli volt, tehát hogy most nem akarom, persze, tehát nem egy ilyen izé volt, hogy de rohadtul elegem az életből, de most mindegy, hát a jóisten kedvéért, jó van, még kibírom a feleségemet, a köménymagos levest, a hülye gyerekeket, nem, tehát hogy nem volt egy ilyen, persze, nyilván... Nem most, akarom rábeszélni én az ilyen, ellenkezőjére, de azért biztos, hogy sokan lettek volna, akik mondjuk 5-8 év után kiugranak, és azt mondják, hogy talán tudom, keresek valami egyszerűbbet, ami könnyebben megy, de hát maga nem tudom. Ez egy nagyon, nagyon jó kaland volt, és szinte együtt nőttünk fel, tulajdonképpen együtt váltunk felnőtté a feleségemmel, és aztán nem mondom, mert voltak ebből hullámvölgyek, mert aztán kiderült, hogy mégsem vagyunk ugyanazok. Erre mondta Pál Hegyi Feri bácsi, református lelkész és családterapeuta, hogy azért őszintén, szóval nem olyan nagy baj, hogy nem ugyanolyan a párunk, mint mi vagyunk. Én például személy szerint nem örülnék, hogyha felébrednék, és ott vagyok mellettem magam, hát szóval kikérem magamnak. Tehát, hogy ennél azért jobbra vágyik az ember. És ugyanígy van egyébként, én azt hiszem, azt nagyon szeretem, egy francia papnak van egy ilyen mondás, hogy a gondviselés az egy olyan ejtőernyő, ami mindenkinek a hátán ott van, csak az ember nem nyitja ki, akkor soha nem fog rájönni. Tehát, hogy tényleg hogy azt mondja, én megteszem maximálisan, oda teszem persze azt, amit én tudok, és dolgozom rogyásig, és akkor a Jóisten kiegészíti avval a váratlan plusszal a saját maga. Tehát, hogy ebben azért jóval több öröm volt, mint egy ilyen kényszerű beletörődés, hogy akkor eljuknyam a volgai vontatók dalon, amin vontassuk egy kicsit ezt a hóbelevancot, szóval olyan nagyon jól el voltunk, lehet, hogy ez kiábrándítóan hangzik. Az előbb említettem a szeretetet, és én még mindig állítom, hogy a mondandója lényegén azért a szeretet lapult meg, és onnan nővérnek volt egy nagyon szép mondása ezzel kapcsolatban. Úgy fogalmazott, hogy a szeretetben élők mélyre látnak, a reménységben élők messze látnak, a hitben élők pedig mindent másképp látnak. Én magam nem is tettem volna különbséget ezek között. Magyarázza nekünk, hogy mi a különbség a szeretetben, a reménységben és a hitben élők között? A szeretetben élők konkrétan itt a mindennapi életben megvalósítják és élik a hitüket. Hitünk cselekedetek nélkül halott, olvasuk a Szentírásban, és hogyha én azt nem váltom naponta szeretet tettekre, akkor valóban nem élem a hitemet. A remény az egy távolabbi dolog, amit szeretném, hogy beteljesedjen, és ez a remény ad lendületet ahhoz, hogy későbbiekben is valóra tudjam váltani azt a hitet, ami a szeretetben nyilvánul meg, és a hitem pedig mozgatórugója az egész életemnek, alapja az egész életemnek. Gyerekek egyik-másik kamaszfiú így fogalmazott, hogy a hit az egy támaszpont. Bármikor belekapaszkodhatok, néha elengedem, amikor kételkedem, de bármikor belekapaszkodhatok, és a sérült ember számára ez nagyon fontos, hogy tudjon valamibe, valakibe mindig belekapaszkodni, tudja és higgye azt, hogy valaki mindig vele van, és szereti még akkor is, hogyha ő egy kicsit eltávolodik más irányba. Megdöbbentő volt számomra, amikor Jés Sándor, a főiskolának a régi igazgatója, ő úgy nyilatkozott az egyik alkalommal a fogyatékosok hitoktatóinak konferenciáját nyitotta meg, hogy én nem vagyok vallásos, nem vagyok hívő, de azt látom, hogy a hit fényének befogadására a fogyatékos ember nyitottabb, mint bárki más. És miért van ez, hogy folytassuk ezt a gondolatot? Ugye vakokkal, gyengénlátókkal foglalkozik, az előbb említette is az egyik tanítványát, és azt mesélte, azt mondta korábban, hogy azt vette észre, hogy a fizikai látás hiánya az valójában azt jelenti, hogy ezeknek a gyerekeknek, fiataloknak sokkal élesebb lesz a lelki látásuk. Mi ez a különbség, és mit jelent ez a különbség? Addig még egy látó ember figyelmét sok minden leköti, a külsőségek, addig egy vakembernek a figyelmét egészen más a belsőségek kötik le, és azok a
hangszín ingerek, amit mi talán észre se veszünk, és nem is tudatosul bennünk. A vakember számára ezek a lelki, ezek a hallás útján és lelki hallás útján szerzett érzelmek és értékek, ezek az elsődlegesek. Sokkal kifinomultabb egymás iránti kapcsolatuk. A gyerek otthonban látom a gyerekek között, hogy sokkal jobban érdeklődnek, sokkal nagyobb szeretettel vannak egymás iránt, és a felnőttek iránt is. Én múltkor azt mondtam valakinek, én egészséges gyerekek között nem is tudnék tanítani, mert egyszerűen nem tudnám elviselni azt, hogy nem a lényegre figyelnek, és a mi gyerekeink rengeteg értéket hordoznak, amit nekünk is észre kell vennünk, ezeket a belső értékeket, és ők pedig ezt fantasztikus módon ki is fejezik. És az ő érzékelésük az egészen más. Például, ha nem fejezi ki egy család azt, hogy teher számára ez a gyermek, most éljük át azt, hogy egyik kisgyerek otthon, nem tud beszélni a kisgyerek, csak minimális szókincse van, és otthon egyszerűen visít és csapkod és minden, és ahogy bejön az intézménybe, akkor teljesen megnyugszik, és éppen ma beszéltem a gondozóval, hogy semmi probléma nincsen vele. Tehát érzi azt, amit mi nem érzünk, hogy őt igazából a szülei nem tudták elfogadni. Gondolom, rengeteg átalakulást is látott, változást, hiszen a legtöbb szülő talán úgy viselkedik, úgy reagál, amikor kiderül, hogy sérült a gyereke. Ebben az esetben mondjuk nem látó, hogy megjelenik a harag, megjelenik a sértettség, és persze a gyerek az, aki ilyenkor a leginkább megszenvedi, elszenvedi ezt a helyzetet. Gondolom azért olyan példákat is látott, amikor egy-egy ilyen helyzetből aztán szeretet és elfogadás lett a végén. Igen, nagyon sokszor a szülők részéről az első reakció a lázadozás, az Isten számon kérése, hogy miért lett sérült az én gyermekem, de amikor látják a szakemberek viszonyulását az ő gyermekükhöz, és látják azokat az értékeket, amik előtérbe kerülnek a gyermek életében, és látják azt, hogy mennyi kincs van ezekben a gyermekekben, és mennyi szeretetet kapnak a sérült gyerektől a szülők, a gyerekkel foglalkozó nevelők, gondozók, akkor megváltozik a véleményük. Volt olyan munkatársam, akinek a sérült gyereke ott volt nálunk az otthonba, és elment már tőlünk, és 20 év után közölte azt, hogy igaza van, a gyermeknek a hite és szeretete vezetett el az Úristenhez. És ahhoz is szeretet kell, ezt Ober Frank Pál mondta, hogy jól tudjon játszani akár jót, akár gonoszat. Én azt gondolom, személyes tapasztalatból is, hogy elég nehéz eljutni szerintem abba a tudatállapotba, amikor ez a szeretet eltölti az embert. Ha az ember aztán eljut, akkor egy sorozatban minden sikerül. Én ezt vettem észre. És azt akkor próbálja az ember megfejteni, hogy ebbe a tudatállapotba hogyan jutott el. És a legtöbb ember, akinek ez sikerült, az egyébként ezt válaszolja, hogy ez a szeretet. De ez egy ilyen békés, sikeres, jó érzést keltő állapot. Van receptjük egyébként arra, hogy ezt hogyan lehet elérni és fenntartani? Hát nagyon nehéz. Most éppen úgy érzem, hogy egyre nehezebb, mert nagyon sok minden van, ami ki akar ütni ebből az állapotból, hogy a harmóniát az ember megőrizze. Itt nagyon fontos, hogy a nővér is mondott, meg amit egyébként, hogyha figyelik, akkor a Lackfi János beszédéből lehet hallani, hogy van, hogy az embernek a belső képzelő ereje az mennyire dolgozik, meg mennyire tud belőle figyelni, koncentrálni. Nagyon sok minden bennünk dől el, és az a baj, hogy annyi a külcsin, annyi a fény, annyi a körülöttünk zizegő dolog, a
ahogy szokták mondani, hogy tévé, számítógép, mindenféle dolog elviszi a figyelmünket saját magunktól, közben rengeteg atrocitás is ér minket. Én engem személy szerint, most azért mondtam, hogy most úgy érzem, mert ez a rengeteg probléma, amivel találkozom, ez nagyon ingerli állandóan az embert, nagyon nehéz megmaradni normálisnak, és közben még egy gond az, hogy miközben én azt érzem magamon, hogy hú, hát azért én mennyi szeretet van bennem, mert még az anyukámtól kapott csomagok még mindig működnek, akkor azért közben néha számon kérik rajtam, hogy mégse annyira, meg sokkal könnyebben befeszülök, vagy ideges leszek. Én, de ezért nehéz definiálni, mert ez nem csak szeretet, azért mondtam, hogy tudatállapot, hogy ez nagyon nehéz megfogalmazni. Ráadásul, ahogy, bocsánat, hogy beleszólok, de ahogy az ember korosodik, egyre érzékenyebb is lesz, mert az ő kis tulajdonságai, amik úgy nagyon meg ki akarnak kovácsolódni most már, ugye, azok ütköznek egyre jobban a másiknak, meg a többieknek a kikovácsolódó tulajdonságaival, és bizony külön energia kell a másik elfogadására, arra, hogy ő viszont másképp gondolja, hogy másképp látja, és önnak is lehet igazság, és nem biztos, hogy én vagyok a legfontosabb, és nem biztos, hogy mindig az én szavamnak kell győznie. Sőt, most még jobban megengedőnek kell lenni, mert ami a mikorunkban még soknak számított, az már teljesen természetes. Most, ami nálunk elvadultan, szélsőséges, mondok egy nagyon egyszerű példát, ugye ma a fiatalok számára az este, az kb. 9-10 órakor indul, és amikor nálunk mondjuk 11 éjfélkor otthon kellett lenni, az nálunk hajnali 5. Tehát, és azt nekünk el kell valahogy fogadnunk most, hogy ez már nem úgy van, mint volt, de és mégis kell egy hatalmas bizalom egymás iránt, hogy ő azért nem feltétlenül a gyerekeimről beszél, hanem általában egymás iránt kell egy nagyon nagy, tehát óriási önuralomra van szükség, és hát ezen belül kell ezt a szeretetet valahogy őrizgetni. Hát nagyon komoly kihívás most tényleg, de hát ahogy a nővér is mondta, ugye, hogy mégiscsak a tetteinkben nyilvánul meg az, hogy most van-e bennünk szeretet. Azért mondom, hogy nincs itt a feleségem, tehát mindig csak arra tudok hivatkozni, mert ő biztos mindig mondja, hogy igen, de tegnap, amikor azt mondtad, hogy, hát tegnap az eperjes karcsi mondja nekem, nem adom ki vele, mert szerintem egy teljesen normális dolog ez, hogy azt mondja, hogy megcsörent a telefonom 2-kor, 2-ig szoktak tartani a színházi próbák, látom, hogy a feleségem, de azt mondtam, hogy még próbálok, hívlak, lerakta, azt mondta, kikapcsolta a feleség után a telefonját, és most azt mondja, ez most neki 3 napjába fog kerülni, hogy ezt most ő helyre rakja. Hogy, mert te 2:01 már velem kell, hogy beszélgess, és nem próbálni kell. De nagyon érzékenyek vagyunk, és hát nagyon nehéz megőriznünk egymást. Uber Frank Pál már tulajdonképpen említette a szakmát, a hivatást, és amikor mi telefonon beszéltünk, akkor felvetette, hogy ezért beszéljünk a hit és a munka-művészet kapcsolatáról is, és felvetett egy nagyon izgalmas kérdés számomra, hogy azt mondta, hogy ugye nem elég, hogy valaki vallásos, hívő, ezt ha meg akarja mutatni a művészetében is, azért az már egy nagyon nehéz dolog, hogy ez ne legyen gicses, hogy az mégis megtalálja az olvasókat, a művészetkereső embereket. Talált erre megoldást? Igen, még annak kapcsán jutott valahogy eszembe, hogy nővér és Pali beszélt, hogy talán még drasztikusabb, egy erősebb példa arra, hogy hogyan, tehát hogy mondjuk a kegyelem, vagy a hit, vagy a gondviselés hogyan működik az ember életében. Ugye a sérült gyerekekről volt szó, hogy Ágnes lányom volt az 5. gyermekünk, aki dongalábbal született, így felfelé volt fordulva a pici talpa születésekor. És hát emlékszem, ez egy óriási ilyen gyengétség hullám volt az embernek, amikor megszületett, hogy hát tényleg ott sétálgattam vele fel alá, amíg feleségem próbálta aludni a szülés után, hogy,
hogy hát akkor most megpróbáljuk nagyon szeretni, mert hogy nyilván nagyon sok fájdalom, meg szenvedés fogja el miatt őt érni, és mindent megtenni, amit lehet. És hát már nagyon korán műtötték, nagyon pici korában, és nagyon komoly műtét, és műtét után begipszelték, visszafeszítették a lábát, mert ketté vágták az inait hosszában, és úgy varták össze. Tehát, hogy egy olyan átborzongató, hogy egy ilyen pici babának az inait, és szóval az egész olyan hátborzongató volt, és aztán nagy büszkén mutogatta sebész, hogy hát na így műtjük mi a dongalábat, de hát közben mi azért gondoltuk, hogy annak is volt valamicske szerepe, hogy Antocsi Szűz Máriának felajánlották a feleségem és édesanyám, hogy akkor varnak az egy ilyen öltöztetős kis Jézus van ott, és varnak egy kis ruhát, hogyha ez sikerül ez a műtét, meg minden este imádkoztunk ért, és erre persze lehet azt mondani kívülről, hogy jó, hát mázli volt, vagy ügyes volt az orvos, és így tovább. És aztán tehát mondták, hogy később majd esetleg kell másik műtét. És akkor egy idős sebészhez irányítottak minket, aki elmondott nekünk egy ilyen horror történet, de később, amikor aktuális lett az újabb műtét, hogy hát akkor most azt fogják csinálni, hogy mivel az egyik lába egy pár számmal, másfél számmal kisebb, mint a másik, akkor azt kell csinálni, hogy eltörni a lábában a csontokat, és akkor én betenni egy ilyen kis, mit tudom én, micsoda, satúszerűséget, és ez mindig egy milliméterre minden nap távolabbra állítani, és akkor ahogy összeforr, hát ez fájdalmas lesz, de hát ezt muszáj megcsinálni. És hát a hideg kilát minket, meg hát rettenetesen tényleg az ember csak imádkozni tudott ezért, és közelgett ennek a műtétnek az időpontja. És egyszer bementünk valamilyen kontrollra, és nem ez az orvos volt benne, hanem egy fiatalabb orvos, és így kérdezgette, hogy hogy, meg mi, és így egy picit olyan fura volt, de hát ugye, amit kellett, azt megcsinálta, és aztán hazamentünk. És aztán késő este felhívta a feleségemet, vagy másnap reggel felhívta a feleségemet, nem tudta a telefonszámokat, valahogy kinyomozta, és azt mondta, hogy őt ez nem hagyja nyugodni, és hogy ő nagyon tisztel ezt a professzort, és ő mindent tőle tanult, és neki köszönhet, de hát ezek tulajdonképpen ezek a törögetős, összekovácsolós műfaj, ez egy ilyen 50-es évekbeli, azóta nem nagyon bevált, hogy mondjam, újítás a sebészetben, és hogy hát ez nem fog, tehát ugye ez itt nem is fog nőni rendesen a láb, és így tovább, tehát ez nagyon kockázatos, és valószínűleg nem vezet eredmény, és iszonyat fájdalmak, mert ugye a csontot nem lehet érzéstelníteni, úgyhogy ő ezt semmiképpen nem javasolná, és megbeszéli a professzorra is, hogy ne legyen nekünk kínos, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy teljesen véletlenszerűen beesünk valakihez, aki érintőleg tudomást szerez róla. Ez is megint lehet, hogy a vakvéletlen, és hát van ilyen, és mázlink volt, úgyhogy és aztán találkoztunk egy olyan gyógytornásszal, aki pedig, tehát tényleg azóta balettozik Ágnes meg műtét nélkül, és így tovább. Tehát, hogy olyan pontok vannak, ahol az ember ráhagyatkozhat a kegyelemre, akkor és igazából nem fogja tudni ő előírni és megmondani, hogy uram, ide kérnék 5 centi kegyelmet, 6 és fél az már sok, 4 és fél kevés, hanem pont oda fog jönni, ahol az ember nem is gondolná, hogy ez, és akkor nem válaszoltam abszolút a kérdésre. Nem, viszont ez a sokadik csodával határos történet, amit most itt az elmúlt szűk egy órában elmesélt, és ez nagyon, nagyon jó.